munkaterületet átadták, indult tehát az Arany János utca és a Székesegyház előtti tér felújítása. Kicserélik a közművezetékeket, a bazilika előtti teret pedig üveglapokkal fedik majd le. A munkálatok ideje alatt az Arany János utcába nem lehet autóval behajtani. Száztíz napig a több mint 100 éves közművek cseréje fog először megtörténni. Félelmetes állapotban vannak a föld alatt a közművek. Ezeket egyébként a régészeti feltárások során sikerült szemrevételezni. Úgyhogy itt a víz, csapadék, szennyvíz és gáz vezeték cseréje, és természetesen a telefon és egyéb vezeték cseréje is megtörténik. És a jövő heti közgyűlés írja majd ki a burkolatfelújításra a közbeszerzést. Ahogy befejeződnek a közmű cserék, rögtön fognak kezdeni a burkolattal. Megszüntetjük a járdát, egy síkba hozzuk majd a teljes útszelvényt, és térkövekkel tovább megyünk a bazilika két oldalán is, és a térre is, és ez a csúszós mészkő megszűnik, és vágott bazalttal lesz ugyanúgy szépen térkővel kirakva. Hogy ennek az egész munkának mikor lesz vége, picit reménykedünk benne, hogy még idén. A régi négykaréjos templom romjait találtuk meg itt a régészet során, és azt bemutatandó egy üvegfedést kap ez a tér. Nem lesz egyszerű, hiszen ívelt a térnek ez a része, és biztosítani kell az átjárást is tűzoltó és egyéb autóknak. Normálisan rendes autóval nem lesz átjárható, de teherbíró közepe lesz az üvegnek, tehát bármilyen katasztrófa esetében a nagy autók át tudnak menni rajta.